junior világ és Európa bajnok hosszú távú szó Kovács Seres Hunor 800 és 1500 méter gyorsan is negyedik lett a felnőttek áprilisi országos bajnokságán, az olimpiai ezüstérmes kétszeres világbajnok Prashovski Kristóf, a VB második Betlehem Dávid, valamint az Amerikában készülő Sárkány Zalán mögött. A dunaújvárosiak 18 éves versenyzőjére nagy feladatok várnak a következő hónapokban, ugyanis a korosztály nyíltvízi VB-jén és EB-jén egyaránt éremesélyesként áll rajthoz. Előtte 3 hetet voltunk Törökországban edzőtáborban, ami szerintem egy jó alapot adott ott az országos bajnokság előtti edzettséget tekintve, meg az állapotot tekintve. Ott 1500 gyorsan negyedik lettem, 800 gyorsan szintén negyedik. Az 1500-ban ott az időeredményben kicsit jobbat akartam úszni, hogyha azt megúszom, akkor akár az érmek között is beleszólhattam volna a csatába a dobogóért való küzdelembe, de összességében a tavalyi időeredménytől minimálisan maradtam el. A 800-on pedig utcsónapra csúcsosodott ki az, hogy azért ez az edzőtábor mégis megtette a hatását, meg a január óta elvégzett munka. Egy kicsit vegyes érzelmek, de pozitív visszajelzést adott az évet illetően. Hunor edzőjét, Szabó Gergőt is arról kérdeztük, mennyire elégedett az országos bajnokságon látottakkal. A bajnokság elején egy kicsit 1500 méter gyors volt az első nap, rögtön kedden délután a fő versenyszámában kellett ugye jól úsznia, az egy kicsit többet vártam, negyedik lett, és időeredményben én azt gondoltam, hogy jobb lesz. Aztán ugye, ahogy jött a többi nap, ugye 4 napos volt a verseny, aztán egyre jobban és jobban teljesített, és végülis a negyedik nap a 800 méter gyorson úszott, azt gondolom a legjobban. Itt szintén negyedik lett a felnőtt mezőnyben, ugye ő volt a legfiatalabb a döntőben, és hát nagyon-nagyon jól tartotta magát a felnőtt versenyzőkkel, ami azt gondolom, hogy ez egy nagy teljesítmény volt, hogy csak néhány másodperce maradt le a magyar élmezőnytől. A hosszú távúszók szezonja a nyáron indul be igazán, amikor a nyíltvízi versenyeket tartják. Kovács Seresnek nagy céljai vannak erre az évre. Egyelőre jónak érzem az idei évet, úgy halad, ahogy elterveztem, majd jönnek nyáron ugye a nemzetközi korosztályos versenyek, hogyha ott fog igazán kicsúcsosodni az elvégzett munka, nem fogok bánkódni. Nyáron lesz egy ifjúsági Európa-bajnokság, mind nyílt vízen, mind medencében. Most medencében is van 2 alszintem, de az a pikáns ebben, hogy egy héten belül van a 2 verseny, így valószínű el kell dönteni, hogy melyiket. A nyílt vízen azért több esélyem van, úgyhogy valószínű azt fogjuk választani, illetve ha minden jól alakul, szeptember legelején van egy ifi nyílt vízi világbajnokság. Hát nem titkolt cél, hogy mind a 2 helyen legalább 1 éremmel távozhassak. A magyar hosszú távúszók remek eredményeket értek el az elmúlt években, a világ élmezőnyéhez tartozik Prashovski és Betlehem is. Kíváncsiak voltunk arra, hogy az edző és a versenyző hogy látja, miképpen lehetne megközelíteni, esetleg megelőzni őket. A Hunor egy nagyon szorgalmas, végtelen, kitartó, akaratos versenyző, és most már hosszú évek óta építjük ezt a hosszú távúszó karrierjét. Itt Dunaújvárosban ugye sok-sok edzőtáborba járunk, ott látjuk azt a munkát, amit elvégeznek ugye a felnőtt versenyzők, például a Sokszikri Kristóf, hogy milyen munkát végez. A Hunor van olyan, akkora szorgalma van, alázatos a munkával, hogy előbb-utóbb szerintem elérheti azt a szintet, hogy tényleg kiléphet a felnőtt mezőnybe, a felnőtt élmezőnybe, de azért addig még sok-sok kilométert le kell úsznia. Látjuk, hogy hol tartunk, és látjuk azt, hogy mi kell még ahhoz majd, hogy oda eljuthasson egyszer. Edzőtáborokban velük edzek már lassan 2 éve, sőt 2 éve, úgyhogy az közös edzőtáborok mindig jók, mert mindig jó állapotelemzés, mert például mikor elkezdtem velük edzeni, akkor jóval le voltam maradva. Most már egyre több olyan edzés van, hogy velük tudok úszni, vagy néha megszorongatni, megelőzni őket edzésen is, úgyhogy versenyen is majd idővel ez a cél, hogy megszorongatni, vagy megverni őket. Első körben sok tanulás, sok tapasztalatszerzés a felnőtt mezőnybe, és évvégén vagy a következő évben már én is szeretnék a világkupákon, ha úgy adódik, top 10-es helyezéseket elérni. Az úszás mellett még egy kihívás vár Hunorra, hiszen hamarosan érettségi vizsgát tesz. Egyelőre jól állok a sulit tekintve, most 3 hét múlva lesz majd az érettségi, próbálok, amit az edzőtáborban kimaradt, most így bepótolni, illetve az elmúlt pár év anyagát, és hogyha az megvan, megint jön egy kis könnyebbülés, és akkor remélhetőlem, hogy az egész év jól fog kijönni. És hogy mik a céljai a következő évekre?
próbálok lépésről lépésre haladni, egyelőre az utánpótlás korosztályba, az ifi korosztályba, de mindenképpen szeretnék a felnőtt mezőny élére majd odaérni, és hogyha az idei olimpia ugye már nem is fog összejönni, de a következőt mindenképp megszélzem.